A kormány legújabb előrejelzései szerint május 15-e után újra megnyitják kapuikat a szállodák, panziók, azonban továbbra is zárva maradnak az éttermek, kávézók, bárok. Ez a szituáció felvet néhány kérdést mindazok számára, akik turizmusban dolgoznak, és azok számára is, akik szívesen elutaznának valahová, hogy eltöltsék szabadidejüket. Vendégem a mai műsorban Godra Árpád, a Szovátai Ensana Hotelek értékesítési és marketing igazgatója. Köszöntöm, kedves Árpád, Önt itt a stúdióban. Jó napot! Tehát gyakorlatilag a turizmus, mint gazdasági ágazat teljesen megszűnt ebben az időszakban. És bár ugyebár a kormány ígérete szerint megnyitnak a szállodák, azonban az éttermek zárva maradnak. Ez felvet néhány kérdést, és gondoltam, hogy Önt fogom megkérdezni erről, hogy az Ön álláspontja, mint az egyik legnagyobb üdülő, egyik legfontosabb és legnagyobb üdülővárosa Erdélynek és Romániának, hogyan viszonyul ehhez a kérdéshez? Nem is tudom, hogy fogalmazzak elegánsan. Az előjáróságok nem tették, nem segítik a tisztánlátásunkat semmilyen szín alatt, sem a nyilvános nyilatkozataikkal, sem az azt követő rendelkezésekkel, az egészen pontosan azok hiányával. Egy szálloda szemüvegén keresztül nézve ezt a jelenlegi állapotot, hogy szállodák május 15-től nyithatnak, de éttermek, egyéb rekreációs tevékenységek, gondolok itt fürdők, spák, wellnessek, akár kezelőbázisok nyitása, az továbbra sem engedélyezett. Ez ilyen nesze semmi fog meg jól állapot. Gyakorlatilag, ami a szállodákat illeti, elképzelhetetlen azt, hogy étterem nélkül működjön egy szálloda. Főleg úgy, hogy a potenciális vendégeinknek lehetőségük sincs mondjuk a szállodán kívüli étteremben étkezzenek, hiszen az éttermek, azok az éttermek, amelyek csak éttermek, azok ugyanennek a rendelkezésnek értelmében zárva vannak. Tehát gyakorlatilag egy ilyen légüres térben vagyunk jelenleg, várjuk elsősorban a szakhatóságok konkrét rendelkezéseit, megállapított kötelezettségeket, amit mondjuk a szállodákra állapítanak meg, hogy ezek a közegészségügy és annak fenntartása szempontjából megbízhatóan működhessenek. Ma még ilyen rendelkezések nem jelentek meg. A turizmusban dolgozók nagy részét ugyebár kényszerszabadságra küldték, ez is egy másik oldala ennek az egész problémának, és arra lennék kíváncsi, hogy most, amikor ugyebár az ígéret szerint újraindulnak, akkor teljes létszámmal tudnak újraindulni? Erről egy picit, hogyha tájékoztatna bennünket. Több okból sem. Elsősorban világos, hogy egy kereslet, jelentős kereslet visszaeséssel kell számolnunk, hiszen a közhangulat az nem támogatja az utazásokat. Nyilván minden vendég elővigyázatos, körültekintő, tehát azokat a vendégszámokat, amit a korábbi időszakokban produkáltunk, ezeket képtelenek leszünk teljesíteni a következő, bízom benne, rövid időszakban. Ami a Szovátai Enszána szállodákat illeti, mi korábban a 15. május 15-i nyitást ígértük a vendégeinknek, de ezt revidiálnunk kellett egészen pontosan tegnap, látva a hatóságok bizonytalankodásait. A mai állapot szerint, bízva a megengedő intézkedésekben, június 1-én szeretnénk nyitani, fokozatosan nyitani szállodáinkat. Mi 3 szállodát üzemeltetünk, egészen biztosan a legkisebb szállodát fogjuk megnyitani június 1-én, a legmagasabb kategóriás szállodánkat egyébként. Azt, hogy milyen szolgáltatásokat tudunk biztosítani a várható május-június 1-i nyitás után, gondolok itt elsősorban vendéglátásra vagy kezelőbázisra, ezt még nem tudom ma megígérni. Nyilvánvaló, hogy a szolgáltatások a kínált és
teljesített szolgáltatásaink palettájának szélessége függvényében hívjuk be a dolgozóinkat is munkavégzésre, addig értelemszerűen ennek nem sok értelme lenne. Milyen biztonsági eljárásokat igyekeznek majd érvénybe léptetni annak érdekében, akár a turisták, akár a dolgozók érdekében, mire számíthatnak? Mielőtt belekezdenék egy felsorolásba, mindenek előtt várjuk a román szakhatóságok rendelkezéseit. Mi az, ami, melyek azok az elvárások, amelyeket a szállásadókkal szemben, vagy vendéglátóipari egységekkel szemben felállítanak a hatóságok. Természetesen mi sem ülünk tétlenül, nem csak a szovátai Jenszána szállodák, hanem a Kelet-Európában, Közép-Európában működő egyéb más 26 szállodánk is dolgozói és kollégáival együtt kidolgoztunk egy elég részletes védekezési és mondjuk az egészségügy védelmében egy biztonsági intézkedés csomagot. Ezeket természetesen életbe szeretnénk léptetni, de mindenek előtt egyszer a szakhatóságok, illetve az érvényes rendelkezésnek szeretnénk megfelelni. Ami az ENSZ-án a rendelkezés csomagját illeti, itt elsősorban, és ez talán a legfontosabb, két irányban gondolkozunk természetesen, egyik a dolgozók védelme, a másik pedig a vendégek egészségének a megőrzése és azok védelme. Mindenek előtt, nyitás előtt az összes dolgozónk át fog esni az új koronavírus teszten. Természetesen azok, akik eredményei pozitívak, azok alkalmazkodni fognak az érvényben lévő procedúrákhoz. Továbbá a munkakezdés előtt napi szinten a dolgozóink testhőmérsékletét ellenőrizni fogjuk. Nyilvánvaló, hogyha olyan jelek mutatkoznak meg, amelyek mondjuk az új koronavírushoz köthetőek, akkor szintén elkülönítés lesz a sorsa. Ami a vendégeket illeti, visszatérve, bocsánat, még a dolgozókra, természetesen nagyon sok közismert passzív védekezési eszköz lesz, mint a szájmaszk használata, a gumikesztyűk használata, minden egyes szobalány például, minden egyes szobatakarítás után egy külön pár gumikesztyűt fog használni. Nagyon részletekbe menően nem akarok erről többet beszélni, de mi az intézkedés csomagunk egészen részletes ebben a tekintetben. Ami a vendégeket illeti, elsősorban megvan hozzá az az eszköz és az a humán erőforrás eszköztár és a humán erőforrás, hiszen ugye mi gyógyszállodák vagyunk, hogy a gyógyorvos szakembereinkkel, vagy orvos asszisztens szakembereinkkel érkezéskor a vendégeink testhőmérsékletét újra ellenőrizni fogjuk. Át fognak esni egy általános vizsgálaton. Minden olyan jel, ami esetleg fertőzésre utal, azt azonnal hát bízunk benne, hogy tudjuk azonosítani tesorban az egyéb vendégek és természetesen a dolgozóink védelme érdekében. Egyéb passzív eszközöket is alkalmazunk, mint fertőtlenítővel átitatott szőnyeg, kézfertőtlenítő eszközök és adagolók kihelyezéssel különböző közösségi terekben. Gyakori takarítás mindazokon a felületeken, amelyeket gyakran használnak a vendégek. Nyilvánvalóan igyekszünk elkerülni a torlódásokat és a társadalmi távolságtartás jegyében azokat a munkafolyamatokat, amelyek korábban sok embernek egy közös térben való jelenlétét eredményezte, így a szállodába való bejelentkezés vagy kijelentkezés pillanata, ezek elég kardinális pillanatok. Próbálunk már a rezerváció pillanatában minden olyan vendégadatot begyűjteni a vendégtől, hogy ezek a folyamatok rövidüljenek, és így a,
így a kitettség csökkenjen. Tehát, ha jól látom, akkor a tervek megvannak, az intézkedéseket végre tudják hajtani, már csak arra várnak, hogy valóban a kormány is lehetővé tegye azt, hogy teljes körűen tudják fogadni a turistákat. Az időnk sajnos lejárt, úgyhogy megköszönöm az információkat, és a továbbiakban igyekszünk a nézőket is tájékoztatni, és még esetleg megkeressük Önt, hogy ha változás történt, akkor mennyiben fog ez hatással lenni a turizmusra. És köszönöm szépen még egyszer, hogy itt volt velünk.